Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Házba invitálta a Vox Mirabilis kamarakórusa Dalok barátait, Minden csak komédia címmel a 2022-23-as hangversenybérletük Farsangi Sanzon és Operett Parádé koncertjét Teltház előtt szombaton rendezték meg a Szent István teremben. A meghívott vendégek Zemlényi Eszter énekművész, Bojtos Luca az Operett Színház művésze, valamint Kéri Tamás zongora művész voltak. Egy picit újabb vizekre evezünk, hiszen a Bordalok és az opera után a Sanzon és az Operett világába is egy kicsit elkalandoztunk. Nagyon érdekes ez a világ, egyáltalán nem könnyebb, mint mondjuk operát énekelni, de nagyon szeretjük ezt a műfajt is, és most kipróbáljuk magunkat ebben. Bojtos Luca az Operett Színháznak a szólóénekese, nagyon szeretjük az ő előadásait, és azért hívtam, hogy a székesfehérvári közönség is megismerhesse őt. Az esten varázslatos dallamokkal szólították meg a közönséget. Zemlényi Eszter otthonról hazajött, és színpadra lépése megerősítette, hogy a jelenkor egyik kimagasló képességű művésze. Mellette egy másik kivételes vendéget is köszönhettünk ezen az esten. Bojtos Luca az Operett Színház szopránja ezúttal a székesfehérvári zenebarátoknak bizonyította kvalitásait. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Zemlényi Eszter régi jó barátnőm, úgyhogy külön öröm vele együtt énekelni. Hogyan gyűjtök dalokat? Ugye most a farsangi időszakban vagyunk, ez egy operett koncert. Próbáltam minél színesebben kiválasztani azt, amit a repertoárra tettem. Az operettek mindig a szerelemről szólnak. Szerintem mindenki meg tudja magának találni a kötődését, hogy ez most egy ártatlanabb, egy szenvedélyesebb, egy csalódottságról szóló darab is próbáltam úgy összeválogatni, hogy legyen benne egy picit ilyen is, egy picit olyan is, hogy minél színesebb legyen a paletta. A zenekar és a szólisták elmaradhatatlan kísérője Kéri Tamás zongoraművész számára ebben a közegben minden egyes pillanat megerősítést jelent, hogy Székesfehérvár a zenevárosa is. Mindig egy különleges vállalkozás, tehát mindig új és új témákkal rukkal elő Katica a dolognak a megálmodója. Most ez az operettes, ez különlegesen sok játékra ad lehetőséget, jobban szabadon engedi a fantáziánkat. Tehát azt hiszem, hogy számomra ez jellemzi a mai programot. Zemlényi Katica a koncerten bejelentette, hogy a kórus tagjaival és a meghívott vendégművészekkel közösen úgy döntöttek, hogy a koncert teljes bevételét a törökországi földrengés károsultjainak ajánlják fel, míg a Szent István Művelődési Ház, Jakubek Tiborné és csapata az est bérleti díját ajánlotta fel, illetve az est vendégei is csatlakoztak a nemes gesztushoz.